Laci vagyok, testépítő. Nincs kész, azt nem mondtam. Debrecenből jöttem, köztudottan ez egy város. Sajnos nem Borvidék. Nehezen nyugszunk bele, maradjunk ennyiben, hogy hát, hogy nem vagyunk Borvidék. Például a szomszéd települést Bodaszőlőnek hívják. Direkt termő szőlő borát fogyasztja a lakosság generációkon át. Ráadásul Magyarországon itt van a leggyakoribb UFO észlelés. Hát nekem volt szerencsém beszélgetni az UFO szövetség elnökével, és kérdeztem tőle, hogy lát-e összefüggést a direkt termő szőlő borának nagy arányú fogyasztása, illetve a gyakori UFO észlelések között. Azt mondta az UFO szövetség elnöke, lehet, hogy a borért jönnek. Ezt megkérdőjelezném. Azért a szarér a másik utcából nem mennek át, nem egy másik univerzumból. Mondjuk jellemző módon az UFO szövetség elnökének volt egy kis arany repülő csésze, egy kitűzője. Kérdeztem tőle, hogy így néznek-e ki az UFO-k, és azt mondta, hogy ha honnan tudjam. És az UFO szövetség elnöke nem UFO. Hát, én nem tudom, az író szövetségben ez nehezen fordulhat elő, hogy az elnök az nem író, hanem túró. És kérdeztem tőle, hogy mi a bizonyíték egyáltalán arra, hogy vannak ezek a lényen kívüli idegenek, és vagy idegen kívüli lények. Azt mondta, ha nem lenne kivezetni az UFO-kat. Gyenge magyarázat, a múltkor ennél a kérdésnél egy néző bekiabált. Mars Janikó! Ez már erősebb. A vidéki atmoszférát nem a kakas kukorékolás és a kutyaugatás adja, hogy esetleg a városban gondolják, hanem a flex. Szikrázós és vagy visítós fűrésznek hívja a lakosság, valamennyi oltató és oltatatlan kötést viszi, építkezéskor a kolbászt is azzal vágjuk. Ferikén vágjam egy körgát. A flex mindig szól, ha nem szól, vagy Mónika Show van a tévében, vagy atomvillanás volt. Az előbbi gyakoribb, nekem is van, mert a szomszédom kérdezte, hogy Laci, kölcsön adod a flexet? Hát mondom, nekem nincs. Mi van, bazi vagy? Vettem. Nem nagyon merem használni, mert veszélyes fegyver. Amikor elhallgatnak a flexek a faluban, akkor én kimegyek a teraszra, van ott egy vasúti sin darab, és rohannak ki, mi van, mit csinálsz, hülye vagy? Ellenflexelek, bazeg. Képzeljétek el, a Balaton parton, ugye jönnek a külföldiek, és hát felkészülést igényel, keresik a munkaerőt, idegen nyelvtudás, előny. Két csávó állt a szállod előtt, hokedli, rajta három gyufásdoboz, here is the red, where is the red, genyó? Happy show, money show, Hungarian lucky game. Here is the red, where is the red? Felkészültek. Ez ilyen meghökkentő kérdéseket én sem szeretem. Ha tankolok benzinkútnál vagy áruházban vásárolok, akkor mindig megkérdezi a pénztáros, hogy pontgyűjtő kártya van. És én azt szoktam neki mondani barátságosan, van, de nem adom oda. És ezen mindig meglepődnek. Mint például a múltkor álltunk a Szentendrei úton a lámpánál, és odajött egy ilyen testkereskedő. Most nem tudok jobb szót hirtelen rá. Egy ilyen mozdonyszőke, nevezzük nőnek. És azt mondja, fiúk, kölszex? És ilyetünkbe meg se tudtunk szólalni, de már nyögte is a tarifákat. Szakszafon 3000, hajazása 3500. Annyira meglepett minket, hogy így a haverom annyit mondott, hogy csak hajazás van.